tangazdaságunk az hosszú évek óta megvan. Itt 250 hektár földterület és mellette egy lovarda. A 250 hektár szántóterület mellett még van egy 3,5 hektáros gyümölcsösünk. És ami miatt nekünk fontos a tangazdaság, hogy a mezőgazdasági mérnök képzés mellett még mezőgazdasági gépészmérnök képzés is van. Hál' Istennek a leggyakorlatcentrikusabb oktatást mi csináljuk a kimutatások alapján, mivel nálunk minden hallgató gépen ül, minden hallgató manuális munkákat is végez. Az előadásban csak mosolyogtak a hallgatók, amikor kérdezték, hogy kapáltak-e már, vagy egyéb más. Nálunk azzal telik el az első év gyakorlata, hogy akkor nem ülünk gépen, hanem almát szedünk, tengerit törünk, esetleg dohányt törünk, tehát itt elég komoly gyakorlati munkát is végeznek. Szűkebben a tanggazdaságról és akkor a kapcsolatát az ökológiai gazdálkodással. 2016. január 1-től a 250 hektár szántóföldből 138 hektárt állítottunk át, és a 3,5 hektáros kis bemutató gyümölcsösünket állítottuk át ökoba. Ez a gyümölcsös, ez több fajból áll össze, emiatt egyszerű is volt a döntés, hogy átállítsuk. Ugyanis hagyományos, konvencionális növényvédelemmel egy olyan almást megvédeni, ahol 1,7 hektáron 14 almafajta van, amúgy is lehetetlen. Tehát így a gyümölcsösnél ez nem is volt igazából kérdés. A másik, ami miatt nekünk az ökora való átállás nagyon-nagyon fontos volt, hogy ilyen jellegű szakirányunk is van, sőt az egész képzésünk egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektet erre, mint a többi felsőoktatási intézménybe, mert azért a nyírség gyengébb, meg Szatmár, Beregnek a gyengébb talajadottságú területei, azok ott keresni kell más kitörési lehetőségeket. Tehát a hagyományos nagy ipari növények termesztése itt is működik, de sokkal kisebb áréssel, mint más, sokkal jobb régiókban. A harmadik nagyon fontos szempont pedig az, hogy nem csak a mi kutatásaink, nem csak a tanszék kutatásai, hanem minden abba az irányba tolt minket, hogy minél egészségesebb termékekkel foglalkozzunk, és az egész egyetemnek a kutatási szisztémájába, különösen az agrár és az élelmiszeres kutatásokba egyre több eredmény számol be arról, hogy fontos nekünk az öko felé elmenni. Megállapíthatjuk, hogy a fogyasztók igénye egyre nagyobb az egészséges, vegyszermentes élelmiszerre, és a társadalom igénye is egyre nagyobb a tiszta környezetre, a természet megőrzésére, és ehhez egy új mezőgazdasági szemlélet és gyakorlat szükséges. De amikor eljutunk eddig a gondolatig, akkor merül fel az a kérdés, ami ugye én bennem a tanulmányaim alapján a 80-as évek végén fogalmazódott meg, hogy oké, nyilvánvaló, hogy a maradványok veszélyét, egyáltalán azt, hogy a vegyszermaradvány legyen az élelmiszerekben, ez csak kizárólag úgy lehet kiküszöbölni, hogyha nem használjuk őket. Nincs más mód. Akkor felmerül a kérdés, hogy de lehet-e vajon ezek nélkül termelni? Hát most már bátran mondhatjuk, hogy lehet. Mikor mi elkezdtük 92-ben, akkor még egyáltalán nem volt biztos, hogy ez igaz. De ma már a világon közel 44 millió hektáron termelnek ökológiai módszerekkel, és Európában is már 11,6 millió hektáron. És a kereslet ezek iránt, a termékek iránt folyamatosan nő. Nagyon fontos tudni, hogy nagyon sok mindentől függ az ár. Magyarországon nem azért drága a bió, mert drága a bió, hanem azért, mert nincs egy kialakult rendszere, és lehetetlen és tehetetlen hálózatokon keresztül tud csak értékesülni, de Európában minimális eltérés van, ilyen 20-30%, és a szupermarketekben egymás mellett megtalálható, hogy a fogyasztó döntessen. Ez az egyetlen ellenőrzött élelmiszertermelési rendszer, ahol a földtől az asztalig végig ellenőrzi egy szervezet, és tanúsítja és garantálja, hogy az, ráadásul egy Európai Uniós szabvány, nem is egy, hanem több Európai Uniós szabvány szerint, egy úgynevezett feltételrendszer alapján kell termelni annak, aki minősítetni akarja a területeit és a termékeit, és ezt meg lehet kapni az ellenőrző szervezettől,
miket kell betartani ahhoz, hogy tanúsított bioterméket áruljunk, és szerződést kell kötni a szervezettől, és a szerződés kötéstől kezdve ketyeg az átállási idő, ami hát ugye minden növény, vagy minden, tehát eltérő lehet, de azért vannak főszabályok. Szántóföld esetében 2 év, ültetvény esetében 3 év, ez az alap. Az első a szándék. Meg kell hozni ezt a döntést. Ezt a döntést mi meghoztuk, itt jövedelmezőségi szempontok is motiváltak minket. Hozzáteszem, hogy ezt, hogy teljes legyen a kép, hogy mi állami intézményként nem kapunk plusz támogatást azért, mert átállunk ökoba. Tehát sem az öko, sem a AKG-s területekre nem kaphatunk. Ami miatt nehéz, tehát nehéz tényleg elképzelni konvencionális termesztőként a termelésünket növényvédőszer, műtrágya nélkül. Növényvédőszer nélkül könnyű elképzelni egyébként, mert tényleg egy jó, a növények helyes megválasztásával, itt hogyha egy tritikáléra gondolok, amit amúgy sem kezeltünk semmilyen növényvédőszerrel, tehát ezt így egyszerűen ki tudom védeni ezt a problémát. Egy gyümölcsösbe ugye sokkal nehezebb a helyzet, de itt is azért megfelelő tájékozódásunk már volt. Tehát én azt mondom, hogy aki egy ökológiai gazdálkodásba fog, annak szakmailag, lehet, hogy csúnyán hangzik, magasabb szinten kell lennie, mint egy konvencionális gazdálkodónak, hiszen sokkal sokrétűbben kell látnia ezt a dolgot, és ezeknek a dolgoknak az összefüggéseit. Miután ez megvan, egy másik nagyon fontos dolog, amithez szerintem már hozzászoktak a gazdálkodók, hogy nagyon-nagyon sok papírmunkájuk van, nagyon sok az adminisztrációjuk, hogyha ezt az adminisztrációt jól végzik el, akkor az ökológiai gazdálkodásban is működik ez az adminisztráció, egy néhány kiegészítő dokumentumot kell megcsinálni. És hogyha mindez megvan, akkor ugye a terület már átállásinak minősül. Nekünk az idei év átállási év, a következő év átállási év és a következő év őszén vetett termények is még átállási termények lesznek, de amelyeket már 2018-ban vetünk el, azok már ökológiai gazdálkodással ellátott tanúsítványt kaphatnak. És ami az előadásban nagyon-nagyon fontos volt, meg kell találnunk a megfelelő piacot, hogy mit, miért termelünk. Egy átállási időszakban nekünk egy tritikálét termelni nem okoz semmilyen gondot, hiszen ez egy hagyományos, konvencionális tritikálé lesz. És hát van állat, akinek itt mi ezt értékesítjük nagy részt, egy kis részét. Vannak olyan kultúráink, amit itt eleve ökobat csináltunk, tehát a lucernát nem műtrágyáztuk, semmilyen növényvédelemben nem részesítettük. Csicsóka kultúránk van, aminél szintén ez nem okozott gondot, az is elsősorban állati takarmánynak készül. De vannak olyan növények, amelyeket még nem érdemes megpróbálnunk az átállási időszakban, úgy gondoljuk. Az előadásban elhangzott napraforgó kukoricával átállásiként azt gondolom én személy szerint, hogy még nem érdemes foglalkozni, mivel semmilyen plusz jövedelmet ez nem jelent, viszont már kapás kultúrával a következő évben is fogunk foglalkozni. Amit nagyon fontosnak tartunk, sokkal komolyabb vetésforgót kell terveznünk. Így, hogy műtrágyával nem tudunk belenyúlni a tápanyag visszapótlásba, nagyon komolyan meg kell tervezzük a szerves trágyázás időpontját és a pillangós virágúak vetésének a dolgait. Itt a mi elképzelésünk az, hogy ha ebbe az évben már sikerülni fog a szöszösbükköny termesztés, akkor azt tritikálé támasztó növénnyel együtt egy fontos alappillérnek gondoljuk a laza területeken, mivel egy pillangósnak kitűnő. Csillagfürtöt fogunk vetni egy 10 hektáron, és igyekszünk majd kapáskultúraként Akkor itt savanyúbb talajok vannak ezek szerint. Itt rendkívül savanyú, tehát itt 4-es, 4-es feles pH közt van szinte mindegyik. De hát ott nem, itt nekünk 4-es pH alatti talajaink is vannak, 3-9-es is, majd megmutatjuk. Egy másik itt a zöldtrágya növényekben látunk nagy lehetőséget. Facélia magtermesztést már megpróbáltunk, és látjuk, hogy működött. És a további terveink azok, hogy még további vetőmagtermesztéseket is, ugyanis Nyugat-Európának azt látjuk, hogy nagy szüksége van a mi vetőmagjainkra, és mind az ökora, mind a konvencionálisra. Amikor elkezdünk egy gazdaságot tervezni, akkor milyen adatokra, mikre van szükségünk? Ugye
alapvető adatokra, aztán talajhasználati kimutatás táblánként, térképek, termesztett növények, termésátlagok, tehát magyarul minden információt be kell szerezni, ami a döntéseinkben segíthet. És el kell dönteni, hogy honnan fogjuk vásárolni például a szerves trágyát, milyen gépeink vannak, vagy elegendőek-e a gépeink arra, hogy belevágjunk a biogazdálkodásba, milyen a talajművelési rendszerünk, mert ez a biogazdálkodásnak a kulcsa, és hát az éghajlati talajadottságok, domborzati viszonyok, nagyon sokféle információ. Fontos, amit sokan nem gondolnának, hogy fontos a környezetnek az ismerete, a természetes ökoszisztémának az ismerete, és a terület múltja is, hogy hol volt út, hol volt víz, esetleg egy kis tó vagy vízfolyás. Érdemes ennek is utána nézni, hiszen akkor sok mindent másképp fogunk eldönteni a területünkről, a hasznosításról is, meg a vetésforgóról is, ha ezekkel tisztában vagyunk. És ilyenkor tudjunk, ezek alapján tudunk nagyon fontos döntéseket meghozni arról, hogy mit termeljünk, hogyan termeljünk, és hova adjuk el. Ez a hova adjuk el, ez legalább annyira fontos, mint az összes alapvető szakmai ismeret. És én azt tudom csak nagyon-nagyon kihangsúlyozni, ha más nem jegyeznek meg a mai napból, akkor azt jegyezzék meg, hogy ha sikeresek akarnak lenni, akkor egyszerre kell gondolkozni erről a két területről, és egyiknek sem szabad túlzott nagy prioritást adni. A szakmai rész, hogy hogyan lehet egy professzionális biogazdálkodást kialakítani, rendkívül fontos, de az, hogy ebből meg is éljen a gazdaság, hogy legyen jövedelem, az egy másik nagyon fontos rész. A kettőt együtt kell eldönteni, mert hiába alakítunk ki egy professzionális, csodálatos paradicsomi biogazdaságot, hogyha nem tudjuk eladni a termékeket, akkor az mondjuk egy év, és kész, befutcsolt. Tehát azzal sokkal rosszabbat tettünk, mintha semmit nem csináltunk volna. Az első számú dolog, amiről dönteni kell, honnan lesz a szerves trágya, ez lényeges, mennyi állat van, és az állatok takarmányához mennyi területre van szükség, és ott mit fogok termelni, milyen takarmányokra van szükségem, és az összes megmaradt terület az, amiről árutermelésről lehet dönteni. És az árutermelésről való döntésben két fontos elem van, az egyik egy szakszerű vetésforgó kialakítása, a másik pedig a piaci igényeknek a felmérése és a kettő összehangolása. Ezért mi soha nem olyan vetésforgót ajánlunk vagy mutatunk be, ahol mint a régi klasszikus vetésforgókban ugye hosszú évekre előre lehetett tudni, hogy melyik táblában milyen növény lesz. Mi növénycsoportokról beszélünk, ugye például pillangósok, például gabonafélék, például kapások, és a vetésforgónak a szabályait figyelembe véve, ugye ebben vannak nagyon kényes növények, mint például a napraforgó, ami prioritást élvez az elhelyezésben, hiszen az ötödik évben kerülhet vissza csak oda, ahol már volt napraforgó, és a többi esetében, a tavasziak esetében én mindig nyitva hagyom. Tehát azt mondom, hogy itt lesz egy koratavaszi, itt lesz egy kapás, későbbi vetésű, nyilván azt is figyelembe véve, hogy mi volt az elővetemény, de hogy mi lesz, azt a partnerekkel való tárgyalás alapján döntöm el. És ha ma valaki azt mondja magunknak, hogy jól el lehet adni a tönkölybúzát, akkor ezt csak a rövid távú memóriájukban rögzítsék, mert nem biztos, hogy ha ma jól el lehet adni, akkor holnap is jól el lehet adni. Inkább az a biztos, hogy ha ma jól el lehet adni, akkor jövőre egyáltalán nem lehet eladni, mert mindenki átáll a tönkölybúzára, és akkor ott fog állni a raktárakba. Amit mi látunk, kertészeti termesztésben nagyon sok olyan gyümölcsfajtánk van már, és nagyon sok olyan zöldségnövényünk, amire kész technológiák vannak, és lehet, igenis lehet ökóban csinálni. Természetesen megfelelő fajta használat mellett, és nem biztos, hogy olyan szerencsés étkezési alma vagy más arányal. Egyes növényeknél ez még nagyon-nagyon nehéz,
különböző csonthéjasoknál még rendkívül nehéz ökoba gondolkodni. Itt ugye a fajták még nem minden esetben állnak rendelkezésre, de itt is nagyon jó irányokba megyünk. Szántóföldi növények közül nagyon sok olyan szántóföldi növényünk van, mint ahogy az előadásban is elhangzott, hogy hát az általános vélekedés azt mondja, hogy hát ezt nem lehet ökológiai gazdálkodásban csinálni. Igenis a nagy növényeinket, mindegyiket lehet ökológiai gazdálkodásban csinálni. Erre nagyon jó példa egy napraforgó, amit elhangzott. Ha a napraforgót olyan szerekkel nem kezeljük, amik fitotoxicitást okoznak és nem gyengülnek le, akkor igenis lényegesen kevesebb kórokozójuk van. Ezt, hogyha visszanyúlunk akár a gyökerekhez, itt állunk a nyírség közepén, ahol étkezési napraforgó termesztésnek hatalmas hagyománya van, ugye ezek a régi hagyományos fajták, ezekben soha nem használunk semmilyen növényvédőszert. És mégis egészségesek maradnak, és lehet termelni. Ugyanígy a nagy növényeinket sorra mindegyiket tudjuk termelni. Természetesen van egy néhány kivétel, ahol még nem áll rendelkezésre az a fajta, amivel ezt meg lehet csinálni, de ott is azt hiszem, hogy akár egy közepes vagy közepes alatti termésátlaggal tudjuk zárni. És még egy nagy előny az ökológiai gazdálkodás, ami az ökológiai gazdálkodás mellett szól. Alacsonyabbak a termésátlagok, ez igaz. Ezt kompenzálja általában a vételár. De egy alacsonyabb termésátlagnál a növényeink beltartalmi, a terményeink beltartalmi értékei lényegesen magasabbak. Hiszen ahogy nőnek a termések, úgy csökken a beltartalom. Ez egy olyan összefüggés, amit már nagyon régóta kimutattak. A biogazdálkodásban a vetésforgónak sokkal nagyobb szerepe van, hiszen a biogazdálkodásban egy sokszínű vetésforgó kialakítására van szükség. Ökológiai szempontokból, termesztési szempontokból, gazdasági szempontokból egyaránt. És a célok is talán mások, hiszen itt a vetésforgót nagyon tudatosan alkalmazzuk a talaj termékenységének fenntartására és fokozására, hiszen például a nitrogén műtrágyát egyáltalán nem használhatjuk. Ezt most ugye, aki eddig konvencionális gazdálkodást folytatott, és az úgy kezdődik, hogy ősszel kiszorom a valamennyi műtrágyát, aztán tavasszal meg megint valamennyit, ezt el kell felejteni. És ehelyett egy egészen újféle megközelítés jön be, hogy a nitrogént a pillangósokkal tudom bevinni a vetésforgomba. Tehát ez egy egészen új szemlélet. A másik fontos dolog, hogy a talaj szerkezetének megőrzése és javítása, ugye ezért is teljes mértékben tilos a monokultúra, hanem a növényeknek egy olyan fajta váltakozása a megfelelő, hogy mindig más és más gyökérzetű, más morfológiájú, más tápanyagigényű növényt vessünk egymás után, mert így tudjuk a legjobban hasznosítani a talajban lévő tápanyagokat. Nagyon fontos eszköz a vetésforgó a gyomosodás szinten tartásában, és visszaszorításában, amint megint csak nem a gyomírtószert vásárolom meg a vegyszerboltban, hanem a természet törvényeit figyelembe véve alkalmazom a vetésforgóban például a gabonaféléket. A gabonafélék azok nagyon jó gyomelnyomó hatásúak, és egyébként a gabona gyomírtás az az egyik olyan, a másik pedig a csávázás, ami teljes mértékben kidobott pénz. Tehát gabonát gyomírtani, amikor egyetlen gyomfésüléssel tisztán lehet tartani, ott a környezetünkben van egy profi konvencionális gazdaság, tényleg ők nagy területeken gazdálkodnak, vegyszeres gazdálkodást folytatnak, de gyomfésült alkalmaznak, mert nem kell ahhoz nagyon okosnak lenni, hogy megértsem, hogyha van egy technológia, amivel ugyanazt a hatást elérem vegyszer nélkül, vegyszer költség nélkül, egy egyszerű boronálásnak a műveleti költségével, akkor épesző ember ezt csinálja. Például kórokozók és kártevők elleni megelőző védekezés a tápláléklánc megszakításával, tehát a betegségek és kártevők ellen is a legjobb védekezés egy sokszínű vetésforgó, hiszen mire az ott megtelepedett kártevő vagy kórokozó életre kelne, addigra már elvittem onnan azt a növényt, ami a tápnövénye, tehát gyakorlatilag
megakadályoztam azt, hogy tovább fertőzöm vagy károsítson. Nagyon jól bevált módszer a zöldrágyázás, nagyon jó hatása van, meglepően jó hatása van. A konvencionális agynak és szemnek meglepő. Én magam is annak tartom, még mindig magam bizonyos értelemben, mert hát én is ott kezdtem. És egyébként pedig az egyetlen nagy probléma az, hogy a zöldrágya növényeket Magyarországon így másodvetésként nagyon nehéz és kockázatos termeszteni, hiszen ugye a nyári hőségben és szárazságban nagyon kétesélyes, hogy ki kell, lesz-e belőle valami vagy nem. Amit érdemes megjegyezni itt is, meg a növényvédőszereknél is, hogy az ökológiai gazdálkodásban lehet használni tápanyagutánpótlásokra trágyaszereket, lehet használni növényvédőszereket is, de csak az engedélyezetteket. Tiltó lista nincs, ezt nagyon fontos, hogy megértsék. Azon nem kell görcsölni, hogy Jézusom most mit nem szabad, hanem ha valamire, ha konkrétan használni akarunk valamilyen kártevő ellen, vagy valamilyen hiánypótlására, akkor egyébként az Európai Uniós rendelet mellékleteként úgynevezett pozitív listának nevezett listán meg kell nézni, hogy mi az, amit használhatunk. Tehát a rendeletnek mindenkor a melléklete az, hogy mit lehet használni, és ezt az ellenőrző szervezet ugye használható módon kézbe adja. Tehát azt kell megjegyezni, hogy igen, vannak módszerek, vannak szerek, vannak olyan anyagok, amiket használhatunk, és ezek közül választhatunk, de semmi más nem használhatunk, csak azt, ami ezen rajta van. Az egészséges talaj, egészséges növény, egészséges ember, ez a felépítménye az ökológiai gazdálkodásnak, és megmondom őszintén, hogy amikor én először találkoztam ezzel, akkor egy ilyen semmitmondó banális dolognak tartottam, nem nagyon tudtam vele mit kezdeni, de ma már látom, hogy valóban iszonyatosan fontos, hogy a talaj egészséges legyen, és ugye ez az, amit nem tanítanak a konvencionális mezőgazdasági oktatásban, hiszen ma már tudjuk, hogy a talaj egy élő rendszer, tehát nem egy fizikai közeg, amiben benne áll a növény, és fölveszi onnan a tápanyagokat, hanem egy élő rendszer, az egész nagyföldi ökoszisztémának a legfontosabb része. Itt zajlanak le a legfontosabb folyamatok, hiszen innen veszi föl minden növény a táplálékot, és ide kerül vissza minden szerves hulladék. Nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy a földi élet az az anyagok körforgására épül, és a lebontó rendszerek, vagyis a lebontó szervezetek, vagyis a talaj élő rendszere, az egy nélkülözhetetlen és alapvető munkát végez el, visszaforgatja és a növények számára felvehetővé teszi a tápanyagot, és ebben milliárdnyi különböző élőszervezet vesz részt. Tehát az első számú feladatunk, hogy őket ne pusztítsuk, hanem optimális életfeltételeket biztosítsunk nekik, akkor lesz a talajunk élő, akkor lesz a talajunk olyan, amelyik biztosítani képes a termőképességet. És azt is fontos megérteni, hogy minden olyan szer, amit kiszórunk, nem csak a rovarölőszerek, hanem a gyomírtószerek is valamilyen hatással van erre a rendszerre, elemeit elpusztítja, és ezzel folyamatosan károsítjuk, visszaszorítjuk ezt az élő rendszert, ami egyébként nekünk dolgozna. Tehát az egyik nagyon fontos felismerés a talajművelés vonatkozásában az, hogy hogy a talajoknak is van ökológiája. Tehát a talaj is egy élő rendszer, ami a maga törvényszerűségei szerint működik, és 2-3 centiméterenként más és más élő szervezetek élnek benne, és ezért mindenfajta forgatás az megbolygatja ezt az egész rendszert, az károsítja, nem tesz jót neki. A másik, ami lényeges, hogy a megfelelő levegő-víz háztartást kell a számukra biztosítani. Ez a talajnak az a jól művelhető állapota, az az ideális, arra kell törekedni, hogy se túl vizes, se túl száraz, se túl tömör, se túl laza ne legyen. Egyébként is a növénytermesztésnek is ez a jó, tehát a növényeknek is ez a jó, de mi most az ökológiai gazdaságban gyakorlatilag a
A talaj élő rendszerét etetjük, gondozzuk, ápoljuk, simogatjuk, és akkor lesz a gazdaságunk sikeres. Ezt, ha megjegyzik, és kicsit erre odafigyelnek, akkor már nyert ügyünk van. Például tárcsa helyett, ha csak lehet, ezt a tarlóhántó kultivátort használjuk, vagy hát ehhez hasonló elvre épülő eszköz bármelyik jó. Ez azért zseniális, mert ez nem forgatja meg a talajnak a felső rétegét, vagy azt a művelt rétegét, hanem csak alányul, megemeli, levegőt visz az eltömődött aratás utáni megtömörödött területre, megtöri a hajszálcsövességet, ez biztos, hogy tanulták, hogy ez miért fontos, és elvágja a gyomok gyökerét. Ki az, aki tudja, hogy mi az az apró morzsa, és miért morzsa, és egyáltalán mi az? De azért biztosan mindenki már látott így marokban egy darab földet, vagy egy marék földet, és amikor így pörög le az a kis morzsalékos rész, és olyan finom földszaga van. Na, az az élő talaj, és ezek az apró morzsák, ezek nem fizikai képletek, tehát nem egy ásványi kristály, hanem ez az a kis gombócka, amiben benne laknak ezek a mikroorganizmusok. Ha ezt széttöröm, azonnal elpusztulnak. Tehát az minden olyan művelés, ami roncsolja a talajszerkezetet, de egyúttal elpusztítja ezeket a kis élőlényeket, akik pedig nekünk dolgoznak. Természetesen egész kurzusaink vannak rá, hogy hogyan kellene ezt megvalósítani. Hát az első, a kételyt kell eloszlatni. Tehát azt, hogy egy ökológiai gazdálkodás, az tényleg arról szól, hogy ott vegyszermentesen. Mert nagyon sokan azt mondják, persze, tehát éjszaka permeteznek, meg hasonló mondatokat hallunk nagyon sok esetben. Az első dolog, tehát tényleg azt a kételyt kell eloszlatni, hogy ez nem így van, ez tényleg egy vegyszermentes gazdálkodás. A másik, hál' Istennek nagyon sok olyan jellegű kutatási információnk van, ami azt mutatja, hogy egy lényegesen egészségesebb terméket tudunk ezzel előállítani, és ezzel is próbáljuk őket motiválni, hogy ezt lássák. De ugye ez egy generációs sajátosság, hogy minél fiatalabb az ember, annál kevésbé foglalkozik még az életnek ezzel a részével, és ugye még nem tudunk nekik példákat mondani, hogy az unokáid majd mit fognak enni, hiszen még nem abban a korban vannak. Hanem meg lehet őket fogni egy másik oldalról is, amikor azt mondjuk, hogy az ökológiai gazdálkodás nem csak egészséges, hanem jövedelmező is lehet. És ha ezt a kettőt összepárosítjuk, és azt mondjuk, hogy ad nekik egy lelki nyugalmat is, hogy ők már tettek valamit azért a környezetért, hogy nem vegyszert használnak azon a területen, hanem egészségesen művelik vegyszer nélkül azt a területet, akkor már több oldalról megtámogatva sokan meggyőzhetőek. Egyébként leginkább azok meggyőzhetőek, akik még úgymond nyersanyag. Tehát nem csöppentek úgy bele nagyon mélyen a konvencionális gazdálkodásba, ők még ezt hamarabb elfogadják, de a többiekbe is, ha már a kételynek a csíráját el tudjuk ültetni, hogy nem csak az az egy járható út van, hogy iparszerű növénytermesztés, és csak kukorica, kalászos, repce, napraforgó, és csak ennyit ismerek, akkor már azt gondolom, hogy nyert ügyünk van. Ugyanígy a gyümölcstermesztésbe nem biztos, hogy csak az a járható út, hogy legyen 60 tonna almám egy hektáron, és mindezt 22 permetezéssel csináljam meg, nem elképzelhető, hogy ezt egy környezettudatosabb módon is meg lehet csinálni. Ugye a klasszikus, konvencionális mezőgazdasági szemlélet és oktatás abból indul ki, hogy a növények betegek, és ezeket mindig vegyszerekkel kell megvédeni a betegségektől, kártevőktől. Ez egy egész önálló tudományág a mezőgazdaságban, a növényvédelem. Természetben az a természetes, hogy egészségesek a növények. Ideig, óráig feltűnhet valami betegség vagy kártevő, de soha egy normális esetben egy egészséges és épp ökoszisztéma esetében olyan kártételek, amiket itt szántóföldeken látunk, olyan nincs, mert a természetrendszere az gondoskodik arról, hogy ne legyen. Életem legnagyobb meglepetése volt az, hogy, mert ugye én is arra számítottam, hogy úristen, ha nem használjuk itt a vegyszereket, akkor mi lesz itt? Hát katasztrófa. Én úgy képzeltem el, hogy nem is nőnek a növények, hogyha nem használunk műtrágyát. És az, hogy gyönyörű egészségesek, két eset van, ahol nekünk
mégiscsak védekezni kell. Ugye ezek a behurcolt, vagy hát vagy valamilyen okból olyan élő kártevők, amikkel nem muszáj védekezni. A mi gyakorlatunkban, és mindig kihangsúlyozom, hogy a mi gyakorlatunkban, mert minden ökológiai rendszer más és más, és lehet, hogy ami nálunk igaz, az itt nem igaz, sőt, nagy valószínűséggel, ezt mindenkinek magának kell kitalálni. De ugye a krumpli bogár, vagy burgonya bogár, az kimondottan egy behurcolt kártevő, amely nem ebbe az ökológiai rendszerbe való, nem innen való, és ezért nincs természetes ellensége, és ezért muszáj ellene védekezni, de van engedélyezett szer, ami egy baktérium készítmény, a Bacillus thuringiensisnek a készítménye, Novodor néven kapható a vetőmagboltokban, ha kapható, de hát van úgy, hogy meg kell rendelni előre, mert általában nem túl sokat kérnek belőle, de a Novodor az egy nagyon jó szer ellene, és érdekes módon a másik ellenség az a vetésfehérítő bogár, és ez ellen pedig csak foltokban, ahol megjelenik, ott szoktunk permetezni, szintén Novodorral, és semmi problémánk nincs utána már. Más vegyszert mi nem használunk. Lehet például használni réz- és kéntartalmú szereket bizonyos korlátozásokkal, lehet használni ezt a különböző biológiai védekezés szolgáló dolgokat, erről még lesz szó, lehet használni a baktérium készítményeket, amik ugye a kártevő betegségei. Viszont vannak szövetségeseink, nem is kevesen, ők csak egy kis rövid bemutatkozásra vannak itt. Egy biogazda kimegy, meglátja, hogy ott a levéltető, mert ott van, akkor körülnéz, hogy ott van-e a sárkányka. Ez a kis középső sárkányka, az a katica bogár lárvája. És az a kollégánk a növényvédelemben, hogyha látjuk a katica bogár lárváit ott szaladgálni a levéltető körül, akkor nyugodtan menjünk haza, és nyugodtan hajtsuk álomra a fejünket, mert ők meg fogják ezt oldani. A fátyolkák is egyébként, meg a fülbemászó is, ezek is segítőtársai. Egy másik nagyon érdekes növényvédelem, ez a kukoricamoly és a gyapottok bagoly lepke elleni biológiai védekezésnek az eszköze, ez egy kis fürkészdarázs, olyan pici, hogy szabad szemmel alig látható, és ennek a tojásait ezres nagyságrendben teszik bele ebbe a hungarocell labdacskákba, és ezeket úgy helyezik ki például a kukoricára, más növényen is lehet alkalmazni a növényspecifikus fürkészdarazsot, de úgy teszik ki, hogy egy ilyen papír, zseniálisan kitalált papírtartóval ráakasztják a kukorica szárára, de nem minden kukoricára kell tenni, hanem mit tudom én, nagyon nagy térárásban, mit tudom én, 15 sor eltéréssel kell bemenni a munkatársaknak, és ott meghatározott lépésszámonként letenni. Eszméletlenül jó hatása van. Nem olcsó, tehát ezt is csemege kukorica és hibrid kukorica vetőmag esetében használtuk. Zseniális hatása van. Ez a kis fürkészdarázs úgy működik, hogy a gyapottok bagolylepke vagy a kukoricamoly tojásába teszi a saját tojását, és akkor onnan kezdve az ő gyereke fog kifejlődni. A véleményünk az, hogy egy magángazdaságnak az átállás jövedelmet hoz. Már az átállási időszakban is, hogyha ezekbe a támogatásokba benevezett. Tehát itt nem azt érzem, hogy még plusz pénzt kell fizetnie, hanem még plusz jövedelemhez jut. Ha nem él a támogatás lehetőségevel, és úgy áll át, akkor maga a tanúsítványok kiállításának a díja, tehát maga az ellenőrzés nem jelentős összeg. Tehát nem éri el, hogy úgy fogalmazzak, a teljes költségnek, egy alacsonyabb költségvetési növénynél a 2-3%-át, egy magasabb költségvetési növénynél pedig akár 1% alatt is lehet magának az ellenőrzésnek a díja, tehát ez sem jelent sokat. Gépbeszerzésben megint nem mondhatjuk azt, hogy rendkívül jelentős, hiszen ezek a gépek nagy részben már megvannak. És lehetőségként pedig nagyon, nagyon, nagyon széles út van, amire rá lehet lépni. Hát, ha amennyiben a jövedelmezőséget számítjuk,
nem mondhatjuk azt, hogy sokkal többet lehet vele keresni. Bizonyos esetekben egy-egy vetőmag termesztésnél természetesen nagyobb bevételeket lehet elérni, de én azt mondom, hogy egy sokkal kiszámíthatóbb gazdaságot lehet csinálni, és lényegesen egészségesebbet. Ugye itt a profit hajhászás közben azért elfelejtkezünk erről mindig, de én azt gondolom, hogy egy ökológiai gazdaságnál, hogyha nem szaladunk bele azokba a nagyon kényes növényekbe, amit az előadásban elhangzott, akkor még kényelmesebb is. Tehát nem biztos, hogy nekem rajtra készen kell állni a permetezővel állandóan, nem biztos, hogy nem tudtam bemenni a műtrágya szóróval, és akkor most mi lesz. Tény, hogy a betakarítás időszakában ugyanúgy rajtra készen kell lenni, mint egy hagyományos, konvencionális termesztőnek, sőt, ugye így, hogy a deszikáló szereket nem lehet használni, így ott egy kicsit jobban oda kell figyelni, de azt hiszem, hogy egy kiszámíthatóbb életet is ad ez. Az én első kérdésem azokhoz, akik engem elkezdtek győzködni, hogy lehet biogazdálkodást folytatni, az volt, hogy oké, de én tavasszal azzal kezdem, hogy gyomírtok. És akkor a bióban mit fogok csinálni a gyomokkal? Kicsit hülyének néztem azokat, akik meg akartak erre engem tanítani. De aztán hamar megértettem, hogy végül is igazuk van, mert vettek nekünk egy gyomfésűt. És akkor onnan kezdve az egész gyomírtás ugye forradalmasodott. Tehát a gyomfésű az itt állományban dolgozik, de az első műveletet azt a sok növény esetében még kelés előtt kell megcsinálni. Maga az eszköz így néz ki, itt ugye ilyen félig nyitott állapotban van, nagyon zseniális, mert hidraulikusan csukható és nyitható, és hát gyakorlatilag ez olyan, mint egy kicsit továbbfejlesztett borona, tehát ezek a fogak, ezek ugye végig mennek egy talajkövető módon, a különböző elemek azok láncon lógnak, tehát ez egy talajkövető eszköz, és a felső 1-2 cm-t művelik el. Az első gyomfésülést, az úgynevezett vakboronálást, azt akkor kell elvégezni, és ezt csak ugye a nagy magvú kultúrnövényeknél használhatjuk, ezt kérem, hogy jegyezzék meg, ez egy nagyon fontos információ, tehát kukorica, napraforgó, szója, borsó, ezeknek az esetében lehet használni az úgynevezett vakboronálást. Gyomfésű nélkül nem lehet ökogazdálkodást végezni, én azt mondom, de nem csak az ökogazdálkodásban használatos, hanem nagyüzemi gazdálkodásban is. Na most a lényeg az, hogy a vetés után, amikor elvetettük a növényt, a kultúrát, akkor ha a talajhőmérséklete 10 Celsius fok megvan, akkor az azt jelenti, hogy 7, 8, 9, de maximum 10 nap alatt a növény kisorol. Na most ezt előtte már meg kell vakboronálni. Vakboronálásnak hívjuk ezt az egészet, ami azt jelenti, hogy nem kelt ki a kultúra, de már a gyom is jön, meg a kultúra is jön, mint térnahajtásban, mint egy milliárd számot vannak a gyomok, ezt akkor kell először kifésülni. Tehát amikor ezt megcsinálja valaki, megcsinálja jól a talaját ahhoz, hogy elvetette. Most idén például nekem is tapasztalat, én is jó pap is holtig tanul, azt mondják, de nem mondom tovább, hogy majdnem 14 nap alatt kelt ki most a kukoricám, mert elég hűvös időjárás volt, és van 10 nap körül fésültem meg, mert akkor volt olyan állapotban. Na most mielőtt megkérdeznék azt, hogy most akkor mikor? A legjobb az, hogyha aki ezzel a gépen meg akar ismerkedni, egy vastag üveglapot, mikor elbetette a területet, lerak a földre, és amikor, hogy ne törjék persze össze a gépek, vagy valami olyan helyre tegye le, és amikor a csíra megjelenik az üveglap alatt, mellette higgyék el, hogy sehol nincs még csíra, sehol nincs, de viszont ha megkaparja a földet, ott van a csíra is, meg ott van a gyom is. Tehát ekkor kell először fésülni. Most ezt nem mondom meg, hogy hány nap, de én ezt már tudom, hogyha elvetettem a napraforgómat, akkor azt jelenti, hogy egy hét múlva durván azt meg kell fésülni. Na most, aki ezt el tudja végezni, nem jó a nagyon vizes föld sem, nem jó a nagyon száraz föld sem, de inkább legyen szárazabb, mint nedvesebb, mert hogyha csak a rugókat csak húzzuk a vizes földbe, nincs hatása. Na most nagyon fontos a sebesség, a gyorsaság, hogy azt milyen gyorsan, azt sem lehet igazán megmondani. A 3 kilométertől a 15 kilométerig lehet húzni, mert a 3 kilométer például egy olyan területen, ahol
gyom is előjött, meg mondjuk a tavaszi árpa is előjött, akkor óvatosabban kell nyilván menni a traktorral, és a rugót, azokat a rugókat, mert ha kimegyünk, megmutatom, van rajta többféle állítás, és tehát minél jobban ráfeszítjük a földre, annál hatásosabb, hatékonyabban hatol be a talajba, de viszont a sebesség, meg a, ez a ráhatás, amit mondtam a talajba, és ennek a rugónak remegni kell, így oldalra kell rezegni neki. Ez akkor csinál jó munkát, mert ha csak húzunk egy csikot, az, amit elér, az elért, amit nem ér, az ott marad. Tehát a lényeg az, hogy az a legjobb hatás, amikor nem is vizes, nem is száraz a talaj, a rugók így dolgoznak, porzik a föld, azt hozzáteszem, hogy porzik a föld, és akkor tudunk olyan hatást elérni. A vakkoronálás után a következő művelet a gyomfésűvel az az állománykezelés, amikor állományban alkalmazzuk, és ennek egy nagyon komoly titka van, hogy meg kell várni, amíg a kultúrnövénynek a gyökere elég erős ahhoz, hogy megtartsa. Akkor szabad csak csinálni. Hát ez a kukoricának ilyen 10-15 centis magassága, és hát ennek ezerféle trükkje van a kollégámnak a felfedezése, mert az első szakértőnk még azt tanította nekünk, hogy kukoricát nem lehet bióba termelni, és hát a Bolyai Ferenc kollégámnak ez egy szép kihívás volt, hogy azt mondta, hogy majd mi megmutatjuk. És akkor rájött egy olyan titokra, hogy lehet állományba használni a gyomfésűt a kukoricánál, de nem hajnalba, amikor még nagyon tele van vízzel és roppan, hanem délben, amikor már elkókat, és akkor átbújik a fogak között. A gyomfésülésről még annyit elmondanék, hogy a gabonákban tavasszal, amint rá lehet menni a földre, és ha gyökér elég erős ahhoz, hogy megtartsa, azonnal el kell végezni, de ezt mindig csak jól művelhető talajállapotban szabad csinálni. Ha túl vizes a talaj, akkor csak csíkot húz, ha túl száraz, akkor meg nem megy bele. Tehát ezt időzíteni kell arra az időszakra, amikor jól művelhető a talaj, és már megtartja a gyökerét, a gyökere a gabonát. Egyszeri gyomfésülés. Ezt jegyezzék meg. Egyszeri gyomfésüléssel el lehet érni, hogy a gabona ne legyen gyomos, mert a gabonának van egy saját gyomelnyomó képessége, mi azzal a korai gyomfésüléssel csak rásegítünk erre. Hát itt már kultivátoroz a Feri kollégám, és lehet látni, hogy ilyen eredményt lehet elérni ezekkel a műveletekkel. Kettőször, ideális esetben kétszer kell kultivátorozni, és a második kultivátorozás az betöltés, tehát a tövéhez oda fordítja a földet, és ezzel az ott kellő gyomokat még le tudja folytani. A betakarítás, raktározás, a megfelelő fajta választás, ezt kérem, hogy írják fel, mert nagyon fontos, vagy nagyon jegyezzék meg. Ugye az első logikus válasz erre az, hogy rezisztens fajtát, betegségeknek ellenálló fajtát válasszunk. De ez egy nagy csapda. Nagyon komolyan ajánlom a figyelmükbe, hogyha komoly gazdaságot akarnak. Nem elég, ha egy fajta rezisztens. A minőségi paramétereinek is jónak kell lenni, a termőképességének is jónak kell lenni. Nagyon sokféle szempontnak kell megfelelni, és hogyha valaki exportra termel, akkor azt is meg kell tanulni, hogy az export követelmények országonként és vásárlóként mások, de a bevőkkel való folyamatos kapcsolattartás az azért nagyon fontos, mert nekem már a fajta választáskor tudnom kell, hogy kinek akarom eladni, és ő milyen minőséget vár tőlem. Ugyanis például az étkezési búzának a magyar minősítési rendszerét azt a külföldiek így dobják félre. Hiába mondom neki, hogy ez A1-es. Semmit nem jelent neki, ő fehérjét akar látni, minél magasabb fehérje tartalmat. Aztán mindegyik vevő mást és mást, esésszámot, dupla V-értéket, poloska szúrcemeket, és mindig mást, és ezek közül nagyon ügyesen használják értékcsökkentésre, tehát árcsökkentésre, hogyha ide üzennek, hogy valamit találtak. Amit egész évben nagyon gondosan megterveztünk, végrehajtottunk, azt egy lendülettel lehet tönkretenni egy rosszul sikerült betakarítással, vagy egy rosszul sikerült raktározással. Ezt kérem, hogy jegyezzék meg, és ne a saját kárukon tanulják meg. Ezek egyébként nem csak biogazdálkodásban lényeges dolgok, de
általában is a gazdálkodásban nagyon fontos. A betakarítás idejének a megválasztása, arra nagyon-nagyon-nagyon-nagyon figyeljenek oda. Ha bioterméket aratunk, és nem a saját kombájnunk, akkor gondoskodni kell arról, hogy a kombájn és a szállítójármű az teljesen ki legyen tisztítva, hogy nehogy véletlenül konvencionális áruval keveredjen, mert akkor már nem kap tanúsítvány. Rengeteg mindenre kell odafigyelni. A legbiztosabb módja annak, hogy jól aratunk, hogyha érett az, amit aratunk, és még nem ázott meg. Gabonák esetében iszonyatosan fontos, tehát hogyha akkor van éppen egy balatoni beutalónk, vagy családi eseményünk, akkor tegyük félre, és inkább a búzánkra figyeljünk, mert ha jön egy eső, akkor nagyságrendet esik a minőség, és nagyságrendet esik az ár. Még a raktározás, ahol nagyot lehet bukni, nagyon fontos ebbe elolvasni pontosan, hogy mit követel meg a szabvány, ugyanis nem keveredhet sehol. Nem lehet bevinni a terményünket olyan helyre, amit vegyszerrel kezeltek, tehát olyan raktárba, amit vegyszerrel kezeltek. A raktárnak a tisztasága, a fertőtlenítése, az kizárólag a tisztaság, tehát abszolút tökéletes kitakarítás és a meszelés. Más nem. A terménynek a kezelése az pedig a mozgatás lehet, levegőztetés, tisztítás, szárítás, ezek az eszközeink, vegyszer nem. Ez lélek is kell ehhez a fajta gazdálkodáshoz, tehát ez egy teljesen más szemlélet, de sokkal több öröm van benne, elmondhatatlanul sokkal több öröm van benne, hiszen aki együtt él a természettel, az nap mint nap csodákat él át, és azon kívül pedig az, hogy aki kijön egy biogazdaságba, most ez még pont nem az, de majd ez is az lesz idővel, de aki egy biogazdaságba kimegy, az ott nyugodtan vehet levegőt nyáron is, tavasszal is, nyugodtan leülhet a tábla szélére megreggelizni, ezt egy vegyszeres gazdaságban nem lehet. Tehát ott elindulnak március-áprilisban a permetezőgépek, és oda biztonsággal kimenni, ott leülni, jó érzéssel levegőt venni nem lehet. Önmagában már ez elég ok arra, hogy ökológiai gazdálkodásra átálljunk, hogy ki tudjunk menni a saját gazdaságunkba, és ott nyugodtan levegőt venni.